Hát, te látod, a másodpercek már múltak, percek is, kismutató megáll egy helyben, ezért nagyon jó arra, hogy ilyen komolyabb léptékű dolgokra mutasson rá. Tehát ha levagdasod, leszereled a másodperc mutatót meg a perc mutatót, akkor kapsz egy 12 órás ciklust, ami majd nagyon jó lesz iskolában, de már lehet szokni. A 12 órában ugye első óra már készülődés, első óra, második óra, ebéd, nagyon jól beleférnek egészen az esti szerklig, amit ugye majd megint át lehet adni a percmutatós dolognak. A reggelit, meg az estit, azt tök jól lehet a percmutatóssal. Ha ügyesen csinálod a piktogramokat, akkor még jók is ugyanazok, mert ugye készülődés, öltözés, pápájó éjszakát, ugyanúgy jó. Ez a nagymutató meg egy ilyen 12 órás ciklus van. Na most ez a szemléletében arról van szó, hogy minél több dologról tudod mondani, hogy hát figyelj, ez van a világban, tehát ez így van, erre törvény van, erre szokás van, erre határozat van, annál kevésbé érzi úgy a gyerek, hogy ezekkel a dolgokkal ő neki különösebben vitába kellene szállni, hogy ezeket rajtad kérje számon. Ami tudom, hogy ellenkezik egy csomó pszichológiai irányzattal, vagyis hát legalább azzal, hogy el kell magyarázni a gyereknek, meg kell érteni. Vannak dolgok, amiket tök fölösleges elmagyarázni, mert iszonyú sok energiába kerül, és nagyon rombolódik a tekintélyed, amikor jogos kérdéseket tesz fel, hogy de mégis miért van az úgy? És hát milliót lehet tenni, mert a szokások azért szokások, a törvények azért törvények, mert nagyon bonyolult gondolatrendszert testesítenek meg. Úgyhogy az óra az csak egy szimbólum arra, hogy hogyan kell elkezdeni kiszervezni azokat a történéseket, amikbe a gyerek hamarosan kerül. Ilyenekről fogok beszélni.